Urunk, az előbb arról tettünk vallást, hogy itt vagy közöttünk. Így énekeltük, hogy itt az Isten köztünk. Lehet-e nagyobb? Lehet-e ennél drágább ajándékot a számunkra, mint hogy itt vagy közöttünk? Te hiszen te ígérted, Urunk. Te mondottad, hogy ahol ketten vagy hárman a te nevedben jönnek össze, te ott vagy közöttük. Most azt kérjük tőled alázattal, és ez az egyetlen kérésünk ebben a pillanatban. Hadd érezzük meg, hogy itt vagy közöttünk. És így hadd töltsük el a te jelenlétednek a valóságában ezt az órát. És így hadd halljuk a te szavadat. Így szólíts meg bennünket, közöttünk lévő Isten, Jézus Krisztus által. Amen. Testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő szavát szeretném hirdetni, írva található a Lukács evangélium a 15. részének a 25. és következő verseiben, amelyeket még felolvasok, ülve hallgassa végig a gyüleket. Tehát a Lukács evangélium a 15. részében a tékozló fiú történetének a folytatásaképpen olvasom. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn volt, és amikor hazajövén közelgetett a házhoz, hallotta a zenét és táncot. És előszólítván egyet a szolgák közül megtudakozá, mi dolog az. Azt pedig mondané ki, a te öcséd jött meg, és atyád levágatá a hízott tulkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erre ő megharagudék, és nem akara bemenni. Az ő atya annak okáért kimenvén kérlelé őt. Ő pedig felelvén mondta atyának, ímé ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Mikor pedig ez a te fiat megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad néki a hízott tulkot. Azt pedig mondani ki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, és elveszett és megtaláltatott. Kedves testvérek, talán emlékeztek rá, hogy a legutolsó alkalommal, amikor így együtt voltunk evangelizációs istentiszteleten, a múlt hónap 3. vasárnapján, arról a tékozoló fiúról beszéltem, aki elveszett és megtaláltatott. De mostan derült ki, illetve hát mostan látjuk, hogy van ennek az édesatyának egy másik fia is. Egy olyan fia, aki soha nem távolodott el olyan messze az atyától, mint az idősebb, mint az ifjabb testvér. Tehát aki mindig otthon maradt az édesatya mellett, de ímé most, amikor az ifjabbik fiú hazatérése fölötti örvendezéstől zeng a ház, most derül ki, hogy tulajdonképpen ez a fiú is, ez is elveszett. Tehát, hogyha nem is úgy veszett el, mint ahogyan az ifjabbik testvér, de lényegében véve az atya számára ő is egy elveszett fiú. Úgyhogy ez a szegény édesapa nyugodtan rámondhatja erre a másik fiára is, hogy ez az én fiam elveszett. Pedig ez volt a jobbik fiú. Ez volt a becsületesebb, ez volt a szorgalmasabb. Ími maga az édesatya így nyilatkozik róla, hogy fiam, te mindenkor én velem vagy. Tehát ez az a bizonyos jó fiú a háznál. Ez az a fiú, aki soha nem csatangolt el távoli, messze idegenbe az atyától, nem tékozolt el az örökségét, nem élt dobzódva, nem járt semmiféle rossz társaságokban. Becsületesen és szorgalmasan dolgozott otthon az atyával együtt. Én mostan is éppen a mezőről jön, ahol nyilván az atya megbízásából végezte a munkát a gazdaságon. És mostan, amikor onnét hazajön, akkor hallja éppen, hogy micsoda nagy örvendezés folyik a házban. Tehát
Ma úgy mondhatnám, hogy ez az a keresztény ember, aki már szinte a gyermekkorától fogva mindig hallott az úgynevezett jó Istenről. És hát olyan természetes is az, hogy hit benne, hisz benne. És aki soha nem távolodott el tőle túlságosan messze, nagy messze idegenségben. És aki nem járt meg olyan mélységeket, és nem élt át olyan bűnöket, mint sokan mások, mint ez a kisebbik testvér is. Tehát ez az a keresztény ember, akit már gyerekkorától fogva úgy neveltek, hogy a magától értetődő a számára az, hogy hát ő az Istenhez tartozik. Hogy ő benne van az egyházban. És hogy az is olyan magától értetődő, hogy ő naponként imádkozni szokott, és vasárnaponként el szokott járni a templomba. Tehát úgy mondhatnám, hogy az az idősebb testvér olyan forma ember lehetett, mint amilyenek éppen mi vagyunk. Hiszen, hogy mennyire nem vagyunk Istentől elrugaszkodott emberek, bizonyságra áll az, hogy most is itt ülünk az ő házában, állítatosan hallgatva az ő ígéjét. Sőt, mindnyájunk valamilyen formában annak is tudatában vagyunk, hogy munkatársai vagyunk a mi atyánknak. Mert hiszen mindaz a munkatér, ahol kiki dolgozik közülünk, nagyon jól tudjuk mi akár egyházban, akár családban, akár gyárban vagy hivatalban, az végső fokon mind-mind az Isten szántóföldje, az Isten gazdagsága, a mi atyánknak a gazdasága. Tehát Reánk is azt mondhatná a mi urunk, fiam, leányom, te mindenkor én velem vagy, mindenem a tiéd. Micsoda gazdag élet! Képzeljétek csak el, testvérek, hogy micsoda gondtalan, boldog lehetőség Istennel együtt élni, Isten gyermekének lenni, Istenhez tartozni, Istennél otthon lenni, Istennel együtt végezni a munkánkat, az ő gondviselő szeretetében és oltalmában részesülhetni. És amikor elfáradunk, az ő oltalmazó karjai között kipihenni a fáradtságunkat esténként, éjszakánként. Hogy micsoda végtelen gazdag lehetőség ez. Fiam, te mindenkor én velem vagy, mindenem a tiéd. Hát tehet még ennél többet velünk, meg értünk az Isten. Hát adhat nekünk még egyáltalán ennél többet az Isten. Mint hogy azt mondja, hogy mindenem a tiéd, a gazdag Isten, a mindenható Isten. Azt mondja, hogy hát mindenem a tiéd. Tiétek, akik itt vagytok. Mindenem a tiéd. És olyan csodálatos dolog az, hogy ez a történetbeli fiú mégse érzi olyan nagyon boldognak és olyan gazdagnak magát ebben az otthonban. Mint hogyha valami nagyon régóta visszafolytott keserűség törne ki ebben a panaszban, ezekben a szavakban, hogy ennyi és ennyi idő óta szolgálok néked, soha te parancsolatodat át nem hágtam, és nekem soha nem adtál egy kecskefiat sem, hogy az én barátaimmal vigadjam, és amikor ez a te fiad, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, megjött, levágattad neki a hízlaltulkot. Érzitek? Ez a fiú belül a lelke mélyén csupa duzzogás, csupa panasz, csupa elégedetlenség az atya ellen. Ennek a fiúnak az egész élete tulajdonképpen örömtelen. Ez nem tudja értékelni azt, hogy ő együtt lehet az atyával. Hogy ő az ő atyának a jelenlétében élhet, és az ő oltalmában részesülhet. Ez nem tudja fölmérni, mit jelent hozzátartozni az ő atyához. Hogy mit jelent otthon lenni. Hát van olyan, hogy valaki otthon van, és mégis távol. Hogy fizikailag otthon van, de lelkileg mégis nagyon távol van. Hát van olyan, hogy valaki leél egy akármilyen keresztény életet, vagy ilyen vagy amolyan hívő életet, az Istennek a közelében, anélkül, hogy a szíve igazán az Istené lenne.
Hát van olyan, hogy együtt van valaki az Istennel minden nap, anélkül, hogy igazán szeretné őt. Van. Úgy látszik, hogy van. Sőt, nagyon is van. Mert testvérek, más dolog közelségben lenni az Istennel, és megint egészen más dolog közösségben lenni az Istennel. Tehát valaki egy egész életen át lehet nagyon közel az Istenhez, anélkül, hogy valaha igazán lelki közösségben lenne az Istennel. Egyszer, még diákkoromban, Hollandiában egy nagyon megrendítő bizonyságtételt hallottam ezzel kapcsolatosan. Egy konferencián egy ősz szakállú és hajú férfi állt föl, remegett a hangja, könnyes volt a szeme, amikor azt mondotta, testvérek, én 38 esztendeje szolgálom az Urat Kínában, mint misszionárius. És most jövök rá arra, hogy én mindez ideig nem ismertem őt igazán. De most kezdem megismerni őt. Imádkozzatok érette. Tehát van olyan, hogy valaki az Istennek a szolgálatában esetleg évtizedeket tölt el. De csak úgy, mint ez az idősebb fiú itten a történetben, tehát mint szolga. Csak bérért, csak a jutalomnak a reményében, amit majd a halála után az örökké valóságban kap. De nem úgy, mint fiú, az atyával való lelki közösségben. Testvérek, én is kisgyerekkoromtól fogva egészen 24 éves koromig így közel voltam az Istenhez. Sose távolodtam én el őtől nagyon messzire. Én is mindig az a tipikus jó fiú voltam. Míg azután éppen ennek az előbbi misszionáriusnak a bizonyságtétele nyomán egyszerre rá nem döbbentem arra, hogy micsoda különbség közel lenni és közösségben lenni. És akkor egyszerre a Jézus golgotai áldozatán keresztül beleláttam az Istennek az édesatyai szívébe. És akkor jöttem rá arra, hogy Isten nem mint napszámos, nem mint szolgát akar engem magad mellett tartani, hanem be akar vonni fiúi közösségbe, az ő szeretetébe, önmagával. Érezzétek meg, értsétek meg, hogy valami lényegbeli különbség az, hogy közel vagyunk az Istenhez, vagy közösségben, lelki közösségben élünk az Istennel. Tehát igen, létezik olyan viszony az ember és az Isten között, amit talán így lehetne kifejezni, hogy vele és mégis nélküle. Hogy együtt és mégis külön. Hogy hozzátartozva és mégis árván és elhagyottan és magányosan. Tehát, hogy közel és mégis távol. Közelségben, de nem közösség. Valami olyan forma viszonyulás ez, testvérek, mint némely embernek a házassága, ahol a két ember már annyira megszokta egymást, eszük ágába sincs az, hogy elváljanak egymástól, mert hiszen nagyon sok mindenféle szál köti már össze őket, de a lelkük már régen nem egy. És a gondolatuk nem egy, meg az ízlésük, meg a törekvésük, meg az örömük már régen nem egy, csak együtt laknak. Csak egy födél borul reájuk, de mérhetetlen távolságban vannak egymástól. Tehát nagyon sokszor az Istenhez való viszonyunk is ilyen. Ilyen megszokott, ilyen szürke, ilyen unalmas, ilyen eseménytelen, ilyen örömtelen. Nincsen benne semmi meglepő, nincs benne semmi lelkesítő, nincs benne semmi szenvedély, nincs benne tűz, nem ünnep. Sőt, nagyon is egyhangú, monoton, unalmas. Ez az a keresztény ember, aki nem tud bizonyságot tenni, mert nincs miről. Hát nincsenek neki lelki élményei.
aki nem tud lelkileg igazán örvendezni, mert úgy érzi, hogy nincs minek, mert minek örüljön. Aki még, hogyha valami szolgálatot végez is az Isten gazdaságában, nem tud róla beszélni, mert nem történik semmi érdekes. Semmi érdekes. Olyan magától értetődő az, hogy az Isten van, és hogy az Isten szeret, és hogy az Isten megbocsátja a bűnöket. Olyan rettenetes magától értetődő az, hogy Jézus meghalt és feltámadott. Hiszen annyiszor hallottuk, és olyan sokszor magunk is elmondottuk már a hitvallásban, de semmi csodálatos nincsen benne. Semmi lelkesítő, semmi izgalmas, semmi boldogító, semmi különös. A megszokottságnak és az unalomnak a köde üli az egészet, mint a köd a késő őszi vidéket. Testvér, vajon nem ismered föl ebben a tükörben a magad örömtelen, élmények nélküli, eseménytelen, unalmas hívő életét? Mindezt az unalmat, mindezt a folytott keserűséget, mindezt az elégedetlenséget érzem kicsapni ezekből a szavakból, hogy én annyi idő óta szolgálok neked, parancsolatodat soha át nem hágtam, és nekem soha nem adtál egy kecske fiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Sőt, van ebben a kifogatásban, testvérek, még valami más is. Van benne irítség. Valami titkos, elfojtott, visszafojtott irítség. Az a ki nem mondott gondolat és szavakkal meg nem fogalmazott gondolat, hogy lám, milyen jó ennek a fiatalabbnak, ennek a fiatalabb testvérnek, ő legalább végig élvezte a világnak összes örömeit, aztán mégis milyen szerencsésen megúszta. Mondd, nem lappang benned valahol a lelked nekem mélyén valamilyen titkos irítség a világ fiaival szemben? Hogy milyen jó a világ fiainak, azok belevetkedik magukat mindenféle bűnökbe anélkül, hogy a lelkiismeretükkel konfliktusba kerülnének miatta. Az Isten mellett való élet szűk, korlátolt, unalmas, eseménytelen. Igaz, hogy azt mondta Jézus, hogy az én igám gyönyörűséges, de nem volna jó néha, hogy ledobni ezt az igát magadról, csak néha egy kicsit, egy rövid időre, és más gyönyörűségeket megkóstolni. A tiltott gyümölcsnek az ízét megkóstolni. Milyen lehet annak a bűnnek az íze, amire az Isten azt mondja, hogy, ne, hogy ezt ne tedd? Lám, ez fájt ennek az idősebb testvérnek. Most lelepleződött a titkos vágya, amit a jó fiús magatartása takar. Nekem soha nem adtál egy kecske fiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Mert milyen jó lenne néha úgy vigadni, úgy örülni, ahogy a világ. Ahogy a filmeken látjuk. Ahogy a regényekben olvassuk. De ezt nekem nem lehet, mert én hívő vagyok. Tiltja a Szentírás, megtalál haragudni érte az Isten. Eltalálom veszíteni miatta a túlvilági üdvösségemet. Nem szabad. Így tehát csak titokban vágyik a lélek olyan dolgokra, amiket nyíltan szégyellene vagy félne elkövetni. És csak képzeletben él ki olyan bűnöket, amelyeket egyébként úgy kiparancsolna a tudatából. De kárpótlásul aztán hangosan ítélkezik másoknak olyan bűne fölött, amit ő maga is de szívesen elkövetne titokban. Figyeljétek csak meg, hogy milyen megvetően tudja mondani, mikor ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat.
ez a tipikus erény csősz, akkor olyan megvetően beszél arról, hogy az a másik milyen, hogy milyen züllött, hogy milyen korhely, hogy milyen erkölcstelen, hogy milyen hitvány, és közben szinte csorog a nyála, amikor a másiknak a bűnéről beszél. Alig bírja leplezni az irigységét, mert ő is de szívesen tenne titokban egy-két lépést azon az úton, amit olyan rettenetesen elítél. Úgy érzed, testvér, hogy ez túlzás? Úgy érzed, hogy neked nincs közöd ahhoz a lelkülethez, amit ez az idősebb testvér példáz, mutat elénk? A te számodra tényleg csuda! Csuda! Olyan csoda, hogy nem tudsz napirendre térni fölötte, hogy te a mindenható Istennek azt mondhatod, hogy édesatyám, csoda ez a te számodra. És azt mondhatod, hogy én Uram és én Istenem. Elámultál már fölötte valaha? Izgalomba hozott már ez téged valaha? Neked tényleg elegendő az, amit ez az atya az idősebb testvérnek így mond, hogy hát mindenem a tié. Nem kell neked néha valami más, ami nem az atyái, hanem ami a világi, valami a világból. Nem kellene még? Megszoktuk mi köszönni, kedves testvérek, egyáltalán azt, hogy szólhatunk az Istenhez. Meg azt, hogy hihetünk benne. Meg azt, amit értünk tett a Jézus Krisztusban, az tényleg olyan hihetetlen nagy csoda a mi számunkra. Meg szoktuk mi azt köszönni, hogy ő meghallgat, mert azt ígérte. Meg azt mondta, hogy minden gondunkat vessük őre, és ez tényleg örömet jelent a számunkra. Tudjátok, hogy az egész keresztjén mi voltunknak az egyik legnagyobb veszedelme, micsoda? Hogyha az egész olyan megszokottá és olyan unalmassá válik, mint egy régen elhordott ruha, akkor érzékeljük talán egy kicsit, hogy milyen rendkívül nagy ajándék az Istennel való együttlétnek a lehetősége, hogyha megköszönjük. Aki hálát tud adni érette, minden nap újra, annak a számára marad csoda, igen, csoda az Istennek a szeretete. És annak a számára marad friss és új és boldogító és izgalmas az Istennel való együttlétnek a csodája. Ez a fiatalabb testvér már rájött erre, ő már össze tudja hasonlítani, hogy melyik az igazán jó, otthon-e vagy távol, mert ő már megkóstolta és megutálta azt, amire a másik testvér még csak vágyakozik. Ő már nagyon jól tudja, hogy mennyire ez az igazi gazdagság, amit az atya ennek az idősebb testvérnek mond, hogy hát fiam, hát te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. És tényleg olyan nagy dolog ez, gondolj csak el, ezt mondja az Isten, te mindenkor én velem vagy. Tehát ez azt jelenti, hogy én mindenkor az Istennel együtt lehetek. Testvérek, én egyre jobban kezdek rájönni arra, hogy az egész keresztjén életnek ez a titka. Hogy ezt elhiggyem és hogy ezt megéljem. Tehát, hogy ott tudjam magamat az élő Istennek a közvetlen jelenlétében. Ez az egész keresztjén életnek a titka, amit így mond nekem az Isten, hogy te mindenkor én velem vagy. Tehát az Isten engem meg téged így lát. Sőt, így mondja, hogy fiam, te mindenkor én velem vagy. Mint hogyha egy külön kihangsúlyoznánk, hogy ne érezd magadat napszámosnak, aki csak a bérért dolgozik, és aki csak a jutalomra spekulál az örök üdvösségben,
és aki csak a félelemből akar nekem engedelmeskedni, és a büntetéstől való félelemből akar jó fiú lenni. Hát te nem szolga vagy. Fiam vagy. Te az én édes fiam vagy. Te az én egyszülött fiamnak, a názáreti Jézusnak vagy az édes testvér. Én te benned is a fiamat látom. Ezt mondja az Isten. Fiam, te mindenkor én velem. Tehát a Jézus áldozatára való tekintettel így lát bennünket az Isten, hogy mi ő vele vagyunk. Hát akkor lássa te is így magadat. De éppen mindenkor lássad így magadat. Tehát az Isten jelenlétében is, az Atyával való megbékélt és kiengesztelődött közösségben. De éppen mindig, tehát ne csak alkalmanként, ne csak egy-egy áhítatnak a percében, ne csak egy-egy templomi istentiszteletnek az ideje alatt, ne csak egy-egy úrvacsorázás alkalmával, hanem éppen mindig, mert ez a titka a gazdag életnek. Az, hogy magamat az Isten jelenlétében tartom. A láthatatlan Isten jelenlétében tartom. És az Istent, mint a lelkem előtt állandóan jelenlévőt tudom. Egy nagyon-nagyon régi 16. századbeli embernek, egy Lorenz nevű atyának az írását olvastam egyszer. Ezt írja: egyetlen törekvésem az, hogy magamat szakadatlanul az ő jelenlétében tartsam, miközben figyelmemet őreá irányítom, szívbéli szeretettel őreá föltekintek, és csendes és titkos beszélgetésben ővele foglalkozom úgy, mintha őt igazán jelenvalónak is látnám. Tehát az Isten jelenvalóságának az átélése. És a vele való csendes, meghitt együttlét. De mindenkor. Ez a keresztény élet. Ez az, ami mérhetetlenül meggazdagítja az embernek az életét, és ünneppé teszi az embernek a hétköznapját. És ez a titka azoknak a hívőknek, akikre olyan csodálkozva néz föl a világ, hogy honnét van ebben az emberben ennyi türelem, ennyi erő, ennyi jóság, ennyi szeretet, ennyi megértés. Honnét van? Hát honnét? És arra is kezdek egyre jobban rájönni, kedves testvérek, hogy imádkozni is csak ezért érdemes igazán. Mert a mindenféle földi javakért való esengés az nem is imádkozás, az csak koldulás. Az igazi imádság nem azt jelenti, hogy általa ezt meg azt kérek vagy kapok, hanem az igazi imádság azt jelenti, hogy általa eljutok az Istenhez, és megélem az ő jelenlétét. Ez volna az igazi imádságnak a lényeg. Isten gyermekei nem csak mindig kapni akarnak az Istentől valamit, hanem le akarnak ülni a lábainál is, csendben, együtt akarnak lenni vele. Hiszen, hogyha az életnek a forrásáig, az Istenig eljutottunk, akkor már miénk az életnek az egésze. Mindaz, ami az életet gazdaggá, teljessé tudja tenni. Sadhu Sundar Singhnek a nevét hallottátok, az ő írásaiból csak egy mondatot hadd idézzek. Ezt írja: amikor a börtönben elzárva, éhezve és szomjúhozva feküdtem, nem könyörögtem ételért és italért vagy szabadulásért, hanem magáért, az élő Istenért, felajánlva néki magamat, és le nem írható békesség fogott el. És ezért kiáltja oda Sundar Singh minden imádkozó embernek azt az azóta már szinte szállóigévé lett mondást, hogy Istentől magát, Istent kérjétek. Istentől a legnagyobbat, magát, Istent kérjétek. Úgy, ahogyan az Isten adja önmagát, az ő szent lelke által,
az igényében, a Jézus Krisztus által. Azt hiszitek, hogy ez misztika? Nem. Vagy ha misztika, akkor ez éppen olyan egészséges misztika, aminek a legjobb hatásai éppen a gyakorlati életben mutatkoznak meg. Mert testvérek, nincs a világon semmi, ami annyi ösztönzést, ami annyi irányítást és annyi erőt adna a szeretetnek a gyakorlására, és a jóságra, és a tisztaságra, és a türelemre, tehát a keresztény életnek a gyakorlatban való megélésére, mint éppen az Isten jelen valóságának a tudata az élet mindenféle területén. Próbáljátok meg, meg fogjátok tapasztalni. Meggazdagodik az életünk által. Íme két fiúról szól az a történet, amit Jézus elmondott ebben a példázatban. Mind a kettő elveszett, az egyik megtaláltatott. Hogy mi lett a másikkal? Éppen a jó fiúval, a jobbikkal, a becsületessel? Nem tudjuk. Az apa minden esetre ő eléje is kiment, őt is kérlelte, ő előtte is megnyitotta az ünneplő otthonnak az ajtaját, de Jézus befejezetlenül hagyta a példázatot, nyilván szándékosan. Bizonyára azért, hogy ki fejezze be a maga életével, a maga válaszával. Minden esetre lássuk meg azt az atyát, aki a Jézus személyében maga jön elénk az ő megbocsátásával, az ő szeretetével és kiengesztelődésével. Mert Jézusnak a személye, kínszenvedése, halála és feltámadása nem egyéb, mint Isten előlegezett szeretete irántad és irántam. Jézusnak a személye és mindaz, ami vele történt, nem egyéb, mint az édesatya karjainak a kitárása feléd és felé, mindnyájunk felé. Tehát otthon maradt, és lelkileg mégis olyan nagyon távol élő fiak és leányok. Titeket is így vár az Isten. Egy gazdag életre. A vele való közösségben, itt a Földön, és majd az örökké valóságban. Amen. Ó, Ábrahám, uraim, hallom szent szavad, csak azt az üdvöt keresem, mit kezed ad. A múló földi jót és vágyát elhagyom, s őt választom, ki őrizőm és pásztorom. Ó, Ábrahám, ura, szent kegyelmed nekem az én örömöm, utamon ez vezessen. Te barátod lettem, én Istenem, te vagy. Tarts meg a Jézus véréért, és üdvöt adj. Így szóljunk mindnyájan együtt a 425. számú ének második és harmadik versével a mi Urunkhoz.
bocsásd meg nékünk azt a rettenetes nyomorúságunkat, hogy még amikor a legalázatosabban fordulunk is hozzád, akkor is annyi nagyképűség és annyi képmutatás van a mi magatartásunkban, hogy olyan nagyon megszoktuk már azt, ami pedig olyan nagy csoda. Olyan egykedvűen tudjuk mondani azt, hogy édesatyánk, és olyan lelki emóció nélkül tudjuk kérni azt, hogy bocsásd meg a mi bűneinket, és olyan magától értetődőnek tartjuk azt, hogy mi bejöhetünk a te házadba, és hallhatjuk a te igédet, és hogy a te nevedről neveztethetünk keresztjének. Mindazt tudunk, amivel te meg akartál örvendeztetni bennünket, olyan nagyon elkoptattuk. Mindazt, amivel te meg akartál lepni minket, mint a te végtelen nagy gazdagságodat, azt mi úgy megszoktuk, és olyan unalmas sokszor a számunkra. Ó, Urunk, bocsásd meg most ezt a nyomorúságunkat. Bocsásd meg, hogy a legszentebb dolog is el tud szürkülni a számunkra. És bocsásd meg, hogy a veled való élet, a melletted való élet olyan eseménytelenül tud eltelni. Ó, Urunk, köszönjük néked, hogy most egy olyan tükröt tartottál elénk, amelyből megláthattuk, hogy milyen nagy különbség az, hogy közel vagyunk-e hozzád, vagy közösségben vagyunk-e vele. Azt kérjük tőled, hogy ne hagyj békét, egyikünknek sem, amíg le nem omlik minden válaszfal közöttünk és te közötted, amit még eddig talán nem is tudtunk és nem is láttunk. És a közelségből áldott, megbékélt, kiengesztelődött lelki közösség hadd legyen. Így hadd járjunk a világban, veled való közösségben. Így hadd végezzük a dolgunkat, kint a világban, veled való közösségben. Így hadd viszonyuljunk az embertársainkhoz, akárki legyen az, veled való közösségben. Hiszen, Urunk, tudjuk mi azt, de mostan talán még jobban megláttuk, hogy ebben volna az értelme az egész életünknek. Veled való közösségben élni. Mindenkor. Úgy, ahogyan te látsz bennünket. Így hadd lássuk mi is magunkat. És ezt hadd higgyük el neked. És hadd éljük meg a mindennapi életnek mindenféle helyzetében és viszonylatában. Hadd legyen a számunkra, Urunk, nagyon boldog csoda az, hogy bűnbocsátó kegyelmedbe befogadsz most is. Ne engedd, hogy napirendre tudjon térni a lelkünk a fölött való ámulatban, hogy mit tettél velünk a Jézus Krisztus áldozatával, hogy mekkora árt fizettél értünk, akik itt olyan nyugodtan ülünk, és akik olyan nagyon természetesnek tartjuk már az egész ügyet. Ó, Urunk, hadd legyen a számunkra élet, a Jézus halál. Amen.